Sziasztok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon, a leges, legfrissebb videómban, ahol is megmutatom nektek az én kedvenc házi kenyeremnek a receptjét. Végre ez a várva várt videó, rengetegen írtatok már, hogy szeretnétek látni, úgyhogy most gyertek, tartsatok velem, mert nagyon egyszerűen és nagyon röviden, majd meglátjuk, próbálom nektek elmagyarázni, hogy hogyan lehet elkészíteni a házi kenyeret. Érdemes úgy készülni, hogy egy szabad délelőttötök, vagy egy szabad délutánatok legyen, ugyanis ez nem egy és nem kettő óra lesz, hanem egy picit több. Nyilván nem kell végig dolgozni ezt az időt, de végig kell keleszteni a tésztát, hogy nagyon szuper legyen az eredmény. Úgyhogy mindenképp tartsatok velem. Én most a késő délutánomat áldozom erre a procedúrára, de már nagyon várom, és minden egyes kenyeremet levideózom, vagy lefotózom, úgyhogy ez már a sokadik lesz, ami készül. Most már mondhatom azt, hogy március óta kifejlesztettem a legjobb receptúrát, úgyhogy bátran átmerem adni nektek. Gyertek, tartsatok velem, nézzétek meg, hogy nálunk hogy készül egy 3 kilós házi kenyér. A leges-legelső teendőm természetesen az, hogy lefújjam ezzel a Super Pink Stuff Multipurpose Cleanerrel azt a felületet, ahol majd dolgozni fogok, főleg ha a gyerekek nem zárták volna el. De nagyon aranyosak, igazából én tanítottam őket rá, hogy el kell zárni mindig a vegyszert, úgyhogy most jól lefújom, és az egyik kedvenc szivacsommal le is takarítom gyorsan. És végre felavathatom a prémium konyhai kis törlőmet, ami ilyen kis kétfázisú, látjátok, kétoldalas. Nagyon várom már, úgyhogy most ezzel fogom letörölgetni a felületet. Én most ezt a fehér részt bevizeztem, és ezt fogom használni. Ezzel fogom tisztára törölni a felületet. Természetesen kelesztőtálat fogok használni, tehát nem közvetlenül itt fogom a tésztát dagasztani ezen a platformon, viszont néha elkap az ihlet, és akkor tényleg úgy csinálom, ahogy nagyanyáink is csinálták anno, és akkor kiszoktam borítani a tésztát. Most az is lehet, hogy hagyom a kelesztőtálba, de én nagyon szeretem 100%-ig letakarítani akkor is a felületeket, hogy úgy álljunk neki a munkának, hogy ez csak fénylik. Na, kezdődjön a buli! Ja, majdnem elfelejtettem mondani, nem kell megijedni attól, hogy én most egy 3 kilós kenyérnek állok neki, mert hogyha belegondoltok, ti is simán süthettek egy ekkorát. Nyilván nem kötelező, de ajánlott, mert a végén, hogyha szép formás kenyeret kaptok, amit megkelesztettetek kellő ideigkel, akkor ketté tudjátok vágni, és az egyik oldalát lefagyasztani. És akkor már is nem kell félni a nagy mennyiségtől, viszont következő napokra is van friss kenyeretek, hogyha kiveszitek a fagyóból, úgyhogy nyilván nem erőszak, még egyszer mondom, el is felezhetitek ezeket a mennyiségeket, amelyeket én most fel fogok nektek tüntetni, és akkor egy másfél kilós kenyeret fogtok körülbelül kapni, de ha valaki azt mondja, hogy inkább megsütöm, van hozzá edényem, vagy tepsim, és akkor tényleg hadd szóljon, majd lefagyasztom a felét, a sokkal egyszerűbb. Ez most a nagy családos verzió, mindenki eldöntheti, hogy melyiket szeretné sütni, melyik mennyiséget. Na, és már is ide készítettem azokat a dolgokat, amelyek kellenek a kenyerünkhöz. Nagyon egyszerű dolgunk van, mert egy pár csepp étolajra lesz szükségünk, csak most nincs nekem kisebb, úgyhogy ezt tettem ide. Aztán szükségünk lesz továbbá 2 evőkanál cukorra. Nyugi, nem lesz édes a kenyértésztánk tőle. Az élesztő felfuttatásához van szükség egy kis cukorra, és nagyon finom puha lesz tőle a kenyerünk. Aztán 2 evőkanál sóra van szükségünk, közönséges asztali só. Én ezt a kalas sót szeretem, úgyhogy azzal készítem, de tök mindegy, bármelyiket használhatjátok hozzá. Továbbá szükségünk van 1 kiló. Látjátok, nekem nincs teljesen 1 kiló. Búzakenyérlisztre és búzafinom lisztre. Ezt a kétféle lisztet fogjuk keverni, kavarni. Gyakorlatilag az arányokat a sacper kb-re fogom megadni, ha ebből kifogy, a búzakenyérlisztből ez a
Hát szerintem ez körülbelül egy 75-80 deka lehet, akkor ezzel fogjuk kipótolni, de majd mindjárt mutatom, hogy miről beszélek pontosan. Aztán kell egy kocka élesztő, egy egész kocka élesztő. Ajánlom nektek, hogy budafokit használjatok így elsőre, az első sütéseitekhez, hogy mindenképp meglegyen a sikerélmény. Miért mondom ezt? Nagyon jó a Penis, Lidl-ös Aldis élesztő is, de ez sokkal jobb minőségű, úgyhogy tudom, hogy drágább, de érdemes inkább ilyeneket venni első benyomásnak, hogy ne menjen el a kedvetek a sütéstől, mert itt garantált az, hogy sikerélményetek lesz, hogyha odafigyeltek egy picit. 1200 ml langyosnál melegebb víz, ez nem forró víz, de langyosnál melegebb vízre van még szükségünk továbbá, és egy kelesztő tára. Nekem egy sima teszkós, effendefes, kicsit kopott kelesztő tálam van. Ennyire lesz szükségünk hozzá, semmi másra. És most mutatom nektek a tésztának az összeállítását. Fogtok egy konyhai mérleget, nekem ez a sima mezei IKEA-s konyhai mérlegem van, amire ráteszitek a kelesztőtálat, utána lenullázzátok, letárazzátok. Így nullát mutat, most pedig adagoljuk a lisztet. Összesen 1800 g-nak 1,8 kilónak kell lennie. Én úgy szoktam mondani, hogy 2x90 deka legyen, tehát 2x900 g legyen a liszt, de én most nem így fogom csinálni. Először kimérjük a búzakenyérlisztet, megnézzük, hogy mennyit ad ki ez, és kiegészítjük a búza finom liszttel. Már is nézzük. Kikapcsolt! Help me! Szóval, ott tartottunk, mielőtt kikapcsolt volna, most visszaöntöttem a lisztet egy másik tárolóba, hogy letárazom az edénnyel együtt. Ajaj, nullát mutat. Jó, most a két lisztnek együtt 1,8 kg-nak kell lennie. A tár középen legyen, ne mozduljon el, mert akkor mást fog mutatni a mérlegünk. Látjátok, most eddig nekem 398, most beleöntöm az összes kenyérlisztet, és így lesz 683. Na most kiegészítjük akkor a búzafinom liszttel és a BL55-össel, hogy 1,8 kilót kapjunk, de még hozzá is kell toldanom egy másik csomagból, mert hát ugye az csak egy kiló lesz. Na, hál' Istennek meglett az 1800 g, a 180 deka, úgyhogy most folytatjuk is a dolgokat. Ezt levesszük innen, a mérleget eltesszük, ennyi volt a mai munkája. Most pedig az 1200 ml, 1,2 liter langyosnál jóval melegebb vízbe belerakom először is a 2 evőkanál cukrot, elkeverem. Utána belemorzsolom az élesztőt, azt is elkeverem, és a tetejére kimérem a 4 evőkanál napraforgó étolajat. Utána várunk, amíg felfut az élesztő. Jönnek majd a kérdések, miért raksz bele olajat, attól nem fog fölfutni? Föl fog futni, ebbe rakom az olajat, folyékony hozzávalókat szeretem egybe kezelni, nem pedig a liszthez adni közvetlenül, úgyhogy ebbe kerül bele majd az olaj is, de először a cukrot és az élesztőt fogjuk összedolgozni egy evőkanál segítségével. Na hát természetesen a mellé esett darabkákat is felszedtem, és most összekeverem őket egy anyaggá, és ezután kerül majd bele a 4 evőkanál étolaj. Nagyon-nagyon fontos, hogy az étolaj a procedúra végén kerüljön bele, majd hagyjuk egy pár percig, hadd fusson fel ez az élesztő. Nem kell 10-15 percig, nyugodtan egy ilyen 5 percig pihentessétek ezt a kis masszát, és utána rá lehet majd önteni a lisztre, de ne rohanjunk ennyire előre. Először keverem, kavarom, olajozom. Nos, hát belekerült az olajunk is. Azt nem tudtam sajnos fölvenni, mert ahhoz 2 darab kéz kellett, de gondolom látjátok és elhiszitek, hogy benne van az olaj. Most pedig félretoljuk ezt a kis masszánkat. Mondom, pár perc elég, az se baj, hogyha nem fog annyira felfutni, mert utána úgyis felfut majd a lisztünkben, és most hagyjuk egy kicsit pihenni.
ide toljuk a lisztet, és mivel, nem tudom, tudtátok-e, de az élesztő nagyon-nagyon nem szereti a sót, és a só gátolja az élesztőt abban, hogy felfusson, ezért külön dolgozunk. Tehát egymástól külön fognak ezek a dolgok majd célba érni a végén. A két evőkanál sót eloszlatjuk a lisztbe, és itt jön be a kedvenc részem, az én kis dagasztó apparátusom, amit majd le fogok cserélni, mert még mindig nincsen meg az új álmaim dagasztógépe, de nem baj, most már úgy voltam vele, hogy nincs bőr a képemen tovább húzni ezt a videót, úgyhogy elkészítem ezzel a régivel, amivel a palacsinta tésztát szoktam igazából felverni, vagy a tojásokat, de most megcsináljuk vele a kenyeret is. Na hát, ezzel a gépi kis robotgéppel, vagy dagasztóval fogom összekeverni a sót meg a lisztet, és látjátok, hogy az olaj nem befolyásolta az élesztőnket, nagyon szépen felfutott, 5 darab perc telt el kereken, úgyhogy most gyorsan meg is kevergetem itt ilyen 2-3-as fokozaton a lisztet a sóval, és már mehet is bele szépen fokozatosan a víz, és összedolgozzuk. Ez lévén, hogy nem egy pár perc alatt fog megtörténni. Ez most nálam két kézzel fog történni, mert most csak rajtam kívül a két pici van velem. Tirza itt teszi a kis uzsonnáját, Kornél pedig itt futkározik közben, úgyhogy ők nem tudnak nekem a videózásban segíteni. Én a legvégén jelentkezem, most kell nekem körülbelül egy ilyen 10-12 perc, míg totálisan, teljesen jól összedolgozom az élesztős, olajos, cukros vizet, meleg vizet a lisztemmel, a sós lisztemmel. Itt most már nem oszt, nem szoroz a só, meg az élesztő elvégezte a dolgát, a só össze van keverve a liszttel, úgyhogy ne aggódjatok. Jelentkezem, ha összedolgoztam ezt a két anyagot, és megmutatom nektek, hogy hogy kell kinéznie a kenyértésztámnak. Na, közben mutatom nektek, alakul a tésztánk. Akkor nagyon-nagyon jó már a massza, amikor látjátok, hogy kicsapódik a lisztből a fehérje, és elkezd egy ilyen egy anyaggá összeállni az egész, a liszt, illetve a víz, és szemmel látható az, hogy ahogy elkezd majd kelni itt munka közben. Most még csak 3 perc telt el a dagasztó programból, amit mondtam nektek, hogy ezért kell egy 10-12 perc. Én ilyen körkörös mozdulatokkal, 2-3-as fokozaton, de inkább 3-ason dolgozom össze az anyagot, és majd nem sokára fakanalat fogok fogni, és egy kicsikét alulról így felfordítom a tésztát, ugyanis hát gondolhatjátok, az alján biztos, hogy van még száraz liszt, ami nem keveredett össze a vízzel, úgyhogy azt ki fogom igazítani, és ehhez hagytam az alján egy minimális élesztős vizet, mint látjátok. Skacok, nyugi! Úgyhogy az fog következni mindjárt, hogy én egy fakanállal így átfordítom az egész tésztámat, és az alját is szépen átdolgozom ezzel a maradék kis vizecskével, amit itt hagytam. Na, egy fakanál segítségével alulról átfordítottam föntre a száraz részeket. Látjátok, igazam volt, nem minden kapta el a vizet, maradt itt száraz liszt, úgyhogy itt most ezzel a maradék kis élesztős vízzel, ezt ráöntöm ennek a tetejére, összedolgozom ezt is, azért, hogy ne maradjon csomó a kenyeremben. Nagyon-nagyon fontos ez a procedúra. Na látjátok, ezt is összeforgattam. Ennél a pontnál már mondhatom, hogy a fehérje szinte teljesen kijött a lisztből, összekeveredett a vízzel, és ezt a masszát még a géppel átdolgozzuk egy jó pár percig. Most vagyunk kb. A 3/4-nél a 12 percnek. Még egy pár perc, és akkor végzek, és meglátjátok a végeredményt. Na hát, itt van kérem a tészta, 12 perc dagasztó programozás után még elég ragacsos, viszont totálisan összeállt egy anyaggá, aminek nagyon-nagyon örülünk, és szinte már magától levált innen a kelesztőtál oldalairól, vagy oldaláról a massza, miközben dagasztottam így körkörösen, illetve forgattam a tányért is, hát ezt nem tudtam sajnos nektek fölvenni. Most jön a pacsmagolás, igen, hosszú műkörömmel nagyon szeretem, nagyon élvezem, úgyhogy ezt megpróbálom egy állvánnyal fölvenni nektek. Gyakorlatilag amit csinálni fogok, mindig megfogok egy csücsköt
a kenyérből, kicsit megolajozom amúgy a kezemet, kicsit meglisztezem még a kenyérnek a tetejét, a massza tetejét, és mindig fogok egy csücsköt, és így ráhajtom az ellenkező oldalra. Aztán megint fogok egy csücsköt, megint ráhajtom, és ezt így lapogatom körülbelül egy 5 percen át, majd utána fogok egy konyharuhát, letakarom, és berakom a sütőbe 2 órára, és 2 órán keresztül nem csinálok semmi mást, a kenyérrel legalábbis, addig elmosogatok, meg felmosok, meg ilyenek, de 2 órán keresztül nem nyúlok hozzá, mert a sütőben, ahol relatív elég jó az idő, ott 2 óra alatt gyönyörűen meg fog ilyen nagy púposra kelni, és utána fogjuk magát, ezt az egész tésztát leereszteni hasonló procedúrával, mint ahogy most hajtogatni fogom. Na végül enyhe nehézségek árán, de sikerült megtalálnom a kamera állványomat, úgyhogy ki is támasztottam. Most mutatom nektek, és már közben el is kezdett kelni a tésztánk, és már nem is olyan ragacsos. Most mutatom nektek, hogy hogyan készül a hajtogatás, fordítgatás, de gyakorlatilag erre nincsen annyira hűde, kész procedúra a részemről. Én ezt szabadon csinálom, nem vagyok pék, meg pékné sem egyelőre. Nem tervezünk most pékeknek tanulni, ez tényleg abszolút egy ilyen kis házi receptötlet. Ennyi liszt elég lesz, majd közben-közben még adok hozzá, ahogy fordítgatom, de nem túl sokat. Úgyhogy lehet így csinálni, lehet profibban, ügyesebben. Én most ennyire vagyok ügyes, amennyire mutatom nektek, hogy miről beszélek. Látjátok, milyen puha és lágy lett a tészta. Közben kivittem Tézát a testvéreihez az udvarra játszani, körülbelül egy 5 perccel ezelőtt, és 5 percig kelt a tésztám, és az eredmény már magáért beszélt. Na, mutatom, megfogom ezt a részét, próbálom legalulról, és kicsit így kihúzom, és átfordítom ide. Most fordítok a keresztőtálon, és látjátok, még ezt a két oldalt kell ráhúznom, itt is egy kicsikét így alányúlok, áthúzom ide. Itt is fordítok rajta egyet. Aláhúzom, vagyis alányúlok, és ráhúzom. És ezt lehet fokozni, ha szeretnétek, ha van kedvetek hozzá, időtök, de nem muszáj. Próbáltam már enélkül a procedúra nélkül is végigcsinálni, megkeleszteni, megsütni a kenyeremet. Ugyan olyan finom lett, annyi, hogy a tésztája nem lett annyira szellős, amikor kihagytam ezt a folyamatot. Most én még egy pár kört megyek így, és akkor utána békén hagyom a tésztát egy 2 órára, mehet be majd a sütőbe. Hogyha egy picit szeretnétek csalni, és nem szeretnétek a 2 órát kivárni, akkor egy, amit tehettek. Ha nagyon meleg van nálatok a házban, nincs légkondi, vagy nem akarjátok járatni, és megvan ez a 27-28 fok odabent, akkor nem kell, hogy a sütőbe tegyétek, akkor szabadon is sokkal hamarabb meg tud kelni. Lehet, hogy a 2 órából csak másfél lesz, vagy egy. Én azt szoktam csinálni, hogy a legalacsonyabb fokozaton bekapcsolom a sütőmet. Most az, hogy légkeverés vagy nem légkeverés, ez tök mindegy, mert nem azon van a hangsúly, ki fogom kapcsolni egy pár másodperc után, de megvárom, nálam a 30 fok a minimál, megvárom, amíg 30 fokra felhevíti magát a sütőm, majd kikapcsolom gyorsan. Ezután 30 fok az nem árt senkinek és semminek, még a műanyag elesztőtállamnak se, megfogom a tésztát, és berakom kelni. És amikor nem érek annyira rá, vagy nincs annyira kedvem keleszgetni, akkor egy óra alatt, ebben a kis 30 fokban, amit a sütőm tart, ebben a 30 fokban nagyon-nagyon hamar meg kell a tésztám. Gyakorlatilag, amit most láttok, ez fog megismétlődni a kelesztés után is, annyi különbséggel, hogy akkor szellős lesz és buborékos a tészta, és le kell ereszteni, így mondják, leeresztés. Most ez csak ilyen átlapogatás, áthajtogatás, de akkor majd ököllel bele fogok nyomni a már nem ragadós tésztába, és le fogom ereszteni. Most ez a hajtogatás részemről ennyi volt, van más teendőm is, rengeteg ruha van, amit össze kell hajtanom, lévén, hogy most jöttünk haza nemrég a nyaralásból, úgyhogy ezt most berakom a sütőbe, amit előzőleg felmelegítettem 30 fokra, ahogy mondtam. Nyilván le lesz takarva, már is mutatom, milyen konyharuhával. Nekem egy ilyen sima pepkós kis fekete konyharucim van,
itt-ott már egy kicsit avétos, mert nagyon sokat használtam, és most így letakarva megy a sütőbe. Én nem fogok csalni, most 2 óráig fogom keleszteni, csak felhevítettem egy kicsit a sütőt. Közben, amíg kell a kenyerem, nagyon sok teendőm van, és már estére jár, esteledik, lassan a gyerekek még kint játszanak világosba, amúgy se tudom őket elvinni, aludni, úgyhogy kihasználom az időt, addig mosogatok, ruhákat fogok hajtogatni, lepakolom itt a pultot, amit itt láttok mögöttem, mert nem szeretem a gyerekek lefektetése utánra hagyni, akkor az az idő szent, és Joe-val szeretem eltölteni, úgyhogy most gyorsan nekilátok ezeknek, ti meg közben megírhatnátok, hogy honnan is néztek bennünket, hogy egyáltalán Magyarországról-e, vagy más országokból. Itt már tudom egy pár nézőről, hogy honnan néznek, hova valósiak, mert sokan megírjátok, de akikkel még nem beszélgettünk, azok megírhatnák, hogy honnan, és hogy mióta követik a csatornát, és hogy esetleg ajánlottatok-e már valakinek, vagy melyik tartalmam tetszik a legjobban, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy nyugodtan, amíg kell a kenyér, én pedig munkálkodok, addig nyugodtan írjátok meg. Nos, drága hölgyeim, letelt a 2 óra, és egy kicsit túl is kelt a tésztám, úgy látom, megszökött a kelesztőtából. Úgyhogy most gyorsan visszahajtogatom, és megmutatom nektek, hogy hogyan fogom magát a tésztát leereszteni. Ez a szakkifejezése nagyanyáinknak, meg én szerintem a jelenlegi pékeknek is, de mondom, mivel nem vagyok pék, ezért nem tudom. Most először leszedem az ide ragadt tésztákat, itt még elég ragacsos, de majd meglátjátok a különbséget az első, úgymond nyers tészta és e között, hogy annak ellenére, hogy ragacsos, már nagyon jól lehet vele dolgozni. Most természetesen még egy kicsi lisztet szórok a felületére, és elkezdem kinyomkodni belőle a levegőt. Ez nagyon fontos procedúra. Ne szalasszátok el, mert akkor nem lesz annyira szellős és lyukacsos a kenyeretek. Itt most egy kicsikét még rendezgetem a kelesztőtáról, és látjátok, ugyanazokkal a hajtogatós mozdulatokkal, amivel az elején dolgoztunk, ugyanazzal matekozunk, csak közben én bele is nyomkodom így a tészta tetejét a tészta aljába, ezáltal kipukasztva az összes légbuborékot belőle. Ne aggódjatok, ez szükséges ahhoz, hogy egy könnyed lágy tésztát kapjunk, és újra megkeljen, újra felfusson a tésztánk. Ezután, hogy 2 órát kelt a tészta, és én most leeresztem, látjátok, erről beszéltem, belenyomkodom a kezemet, ökölbe szorítom és belenyomkodom, és amúgy, hogyha hallanátok, közbe pukkadnak ki a kis légbuborékok belőle, aztán hajtogatok rajta egyet úgy, ahogy az előbb mutattam, közben megint nyomkodok, tehát erőt helyezek rá. Így sokkal, de sokkal jobb állagú tésztát fogtok kapni. Ezután, hogy ezzel majd végzek, még 1 egész órát kell keleszteni, hogy újra felfusson a tészta. És amikor ez az 1 óra megvolt, megismételjük ugyanezt a procedúrát. Tehát összesen 3 hosszadalmas órát kell kelnie ennek a csodálatos tésztának. És amikor letelt ez a 3 óra, akkor kinyomkodjuk újra belőle a levegőt, egymásra hajtjuk a tésztát, ahogy én most csinálom, és a legvégén formázzuk majd meg a kenyeret, de még utána is hagyjuk egy picikét kelni. Na most egy kicsit sok volt ebből a részből szerintem, úgyhogy közben kitakarítom a sütőt, azt is megmutatom nektek, hadd keljen a kenyérkénk még 1 órát, és természetesen a cleaningstuff.hu-s termékekkel fogom most is kitakarítani a sütőt, ahogy eddig is tettem, ez egy hiper-szuper zsíroldó, nem is hagytam sokat, hogy pihenjen a sütőben, mert ugye hát nem sokára be kell izzítanom, meg nem szeretném, hogyha ilyen nagyon zsíroldó illat lenne benne, ha bár nagyon finom az illata, úgyhogy el is kezdtem kisikálni a egyik kedvenc kis Scrub Mami szivacsommal. Ezt mutogatom most nektek, érdemes rendelni amúgy tőlük, mert tényleg levonódik a kasszánál -5% a vásárlás végösszegéből, ha beírjátok a nevemet. Annyit kell csinálnotok, hogy a pénztárnál beírjátok, hogy Vivi. Szerintem nem túl nehéz, és akkor már is kevesebbet kell majd fizetnetek. És itt vagyok újra, ismételten kelt 1 órát a kenyér. Ezután jöhet a legjobb rész, a kedvencem,
a kenyérnek a megformázása. Újra, tehát először 2 órát kelesztettem, utána leeresztettem, majd 1 órát kelesztettem, és most újra leeresztem, és a leeresztés után jön a kenyérnek a megformázása. Én ezt március vége óta csinálom, húsvét óta, akkor kaptam egy ihletet, ugye feltöltöttem a kalácsos receptemet is, és gyakorlatilag azóta, hogy a kalácsot megsütöttem, azóta képzeljétek el, kisebb-nagyobb kihagyásokkal én sütöttem, vagy sütöm a családnak a kenyerét, és hihetetlenül jó érzés, azt kell, hogy mondjam, hogy nem a boltban vesszük meg a drága kenyereket, ahogy ezt már előzőleg is mondtam egy pár videómban, hanem itthon, most hogyha nem is fillérekből, de tényleg pár száz forintból összetudom állítani a kenyeremet. Látjátok, jól kinyomkodtam belőle a levegőt, még most is amúgy durranak ki a buborékok, és így egymásra hajtom ezt a szép, már nem ragadó, puha, egységes tésztát, szépen kicsapódott a fehérje a lisztből, és egy anyaggá összeállt a kelés során, és mivel nagyon sokat kelt, tehát ez a 3 óra, ez azért valljuk be rengeteg, ezért jó szellős is lett a tésztám, nagyon finom ízletes lesz, és hogyha jól csináltam, akkor lesznek kicsi lyukacsok a kenyérben, és lesz egy ilyen enyhe savanykás íze, mint hogyha kovászos lenne, nyilván kovászos kenyér, de nem házi kovásszal készül, hanem egy gyors élesztővel, tehát az erjedési folyamat természetesen itt is megvan, de mivel ez ilyen instant dolog, javarészt, ugye, hogy bolti élesztőt használok, ezért nem tud úgy kiteljesedni az a kovászos íz, úgyhogy képzeljétek el, közben mondom, hogy nagy álmom az, hogy majd, hogyha elmegyek szülési szabadságra, és a kisbaba is megszületik, akkor kovászt neveljek. A kovász neveléssel kapcsolatban pedig mondhatnátok jó tippeket nekem, már rengeteg videót megnéztem, nagyon készülök rá. Látjátok, leeresztettem a tésztát, és elkezdtem újra egymásra hajtogatni itt a részeket, és így már el is kezdtem megformázni magát a kenyeremet. Én majd meglátjátok, milyen tepsibe fogom kisütni. Ehhez mérten gyakorlatilag bármilyen formát ölthet a kenyerem. Néha, amikor olyan kedvem van, akkor cipóformát formázok belőle, és egy sima gáztepsin, vagy hát egy ilyen sütőbe való tepsin sütöm meg, akkor is nagyon szépen megnövekszik a kenyerem. De van most egy ilyen kedvenc Berliner House-os, egy ilyen rózsaszínű kis tepsim, és az viszont hosszúkás, hát nem kifejezetten kenyérsütésre van, az az igazság, de ez a családi 3 kilós kenyér, ez ott nagyon szépen és jól ki tud teljesedni, és nagyon jól el is fér, úgyhogy én nekem ilyen hosszúkás bolti kenyér most ez van a kedvemre, mivel hogy abba fogom sütni, de szoktam kicsi, kisebb kenyérsütőkbe is, akkor ketté szoktam osztani a tésztát, és akkor 2 kenyeret sütök. Úgyhogy látjátok, így eloszlattam szépen a tésztát, most már csak a tetejét lisztezem be, és hogyha nem lenne elég a 3 óra kelesztés, akkor higgyétek el, ez az utolsó etap, 25 percet még meg fogom nektek itt keleszteni, majd meglátjátok, hogy mennyire, de mennyire jól fog kinézni 25 perc után. Ez a Berliner House-os kis tepsi, amiről beszéltem. Ebbe rakom bele most a sütőpapírt, és akkor a sütőpapírra már rá is fogom emelni a kenyérkémet, de csak óvatosan, hogy meglátjátok, milyen óvatosan fogom meg. És gyakorlatilag bent a tepsiben egy vizes konyharuhával letakarva, hoppá, mint hogyha csak egy kisbaba lenne óvatosan, szóval egy vizes konyharuhával letakarva 25 percig még kelesztem. A felénél, körülbelül ilyen 12 percnél, majd le fogom róla venni a konyharuhát, és megvágom. Miért van rá szükség? Sokan mondják, jaj, nem kell megvágni a kenyér tetejét, de igen, higgyétek el, meg kell vágni, ugyanis ha megvágjátok a tetejét, még nagyobbra fog nőni, kap egy kis pluszt azzal, hogy megvágjátok. Itt mutatom, hogy én ilyen 3 csíkot szoktam vágni, ilyen fél C-betűket bele, de van, aki átlósan egy nagy X-et vág bele, azt én inkább a cipóhoz ajánlom. Na és akkor itt most bevizeztem ugyanazt a konyharuhát, amivel előzőleg is dolgoztam, letakarom, és 12 perc után
fogok belevágni. Három kis vonalat igyekszem szépen csinálni. Na most telt le a 12 perc, és akkor lássuk egy sima késnek a segítségével. Majd nagy álmom, hogyha elkezdem a kovászos kenyér projektemet, ugye az öntött vas edényem már megvan hozzá, akkor legyen rendes kis kelesztő kosaram is. Azt hiszem úgy mondják, hogy szakajtó? Nem tudom. Írjátok meg nyugodtan kommentben, ha esetleg rosszul mondtam. De vannak ezek a szettek, amihez van ilyen kenyérdíszítő kés is, ami kifejezetten kenyérdíszítéshez van. Na most visszatakarjuk még egy 12 percre. És egy olyan kis csomagot szeretnék majd magamnak venni. Na, letelt a 25 perc, látjátok, már most kelt megint csak a tészta, úgyhogy most már rakjuk a sütőbe. A sütő aljába egy kisebb, ilyen fél kilós kenyérnek való kis kenyérsütőbe, ilyen Dr. Ötkeres kenyérsütőbe raktam vizet, és csináltunk egy kis gőzt a sütőbe, ez nagyon fontos, még nagyobbra fog nőni tőle a kenyérkénk, azt hagyjátok bent a végéig, 180 fokon, egy órán át fogom sütni a kenyeret. Nagyon fontos, hogy ne nyitogassátok a sütőnek az ajtaját, mert leereszthet a kenyerünk, és nem is fog visszanőni, hogyha nyitogatva van a sütőajtó. Látjátok, milyen gyönyörű! Már alig várom, hogy kisüljön. Nos, hát kérem szépen, letelt az egy óra, nincs más hátra, mint előre, látjátok, erőre kapott a kenyerünk, megnőtt, és nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, egy gyönyörű, szép, barna héjú, barna kérgű kenyeret kaptunk. Most ez is egy kenyérsütő, amit már nem használok, mert ez is picike, kinőttük, de ezen fogom én most lehűteni a kenyérkémet, amit frissen kiveszek a sütőből. Hát, szerintem mese szép lett. És akkor körülbelül ezekkel a mértékekkel dolgozva, amikkel én dolgozom, egy ilyen 2800 kötőjel 3000 grammos kenyeret kapok. Ez függ sok mindentől, hogy mennyi víz párolog el utána belőle, hogy mennyi lisztet toldasz még hozzá, miközben dagasztod és keleszted. Ez most egy nagyon jó kis ropogós kenyér lett. Most itt próbálom nektek majd megmutatni, hogy mennyire jó ropogós. Nézzétek meg, milyen jó lett, milyen szép. Jó, nem ez a legszebb kenyerem, tehát nem ez életemnek a legszebb kenyere. Majd a végén meglátjátok. Hallgassátok! Erről van szó. Szóval meglátjátok majd, milyeneket sütöttem. Hát szép jó reggelt, itt van a drága kenyérkénk. Látjátok, mivel egy kicsit túlkelesztettem, nagyon szép lyukacsos lett. Az élesztő végezte a dolgát. Van egy enyhe, ilyen kovászos, savanykás íze neki, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon finom. Én ajánlom nektek ezt a receptet nagyon sok szeretettel. Itt van egy kis fennforgás már, mert Jonathan ment kajakedzésre, Joe pedig dolgozni, siettek el, és ők vágtak elsőként a kenyérből. Látjátok, hogy nagyon jót tett neki a hosszú keresztési idő. Amikor még több ideig hagyjátok kelni, és mondjuk még egy leeresztést alkalmaztok, akkor még jobban meg tud nőni a kenyér. Az íze nem változik akkor sem, ugyanolyan finom, gyakorlatilag ennyi volt ez a kenyérrecept. Ez az első, amit meg szerettem volna nektek mindenképp mutatni, a házi kenyér. Ez egy nagymamának a receptje. Amúgy én nagyon szeretem a nagyiktól átvenni a recepteket, mert szerintem azok voltak az igazi finom ízek, amiket ők produkáltak. Nagyon jók ezek az új és modern receptek is, de én szerintem az, amit ők készítettek, az az autentikus és a nagyon-nagyon finom. Úgyhogy remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket ez a videó. Süssétek meg, próbáljátok ki, ahogy a Földőzé apukája Lajos szokta mondani, jó játékot kívánok azoknak, akik elkészítik, és nagyon jó evést utána. Meglátjátok, hogy az egész család meghálálja, hogyha házi kenyér van az asztalon, és akkor találkozzunk a következő kenyeres tartalomban, ahol is megmutatom nektek az overnight kenyeret, ami tehát éjszaka fog megkelni, és reggel csak bele kell hajtogatni az öntött vas tartóba, edénybe, és berakni a sütőbe. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és most mutatok nektek egy pár kenyeret, amit az elmúlt
pár hónapban sütöttem, hogy lássátok, hogy mindig megvolt a sikerélmény, és soha nem rontottam el, azért, mert egyszerű, de nagyszerű ez a recept. Puszillak benneteket, találkozunk a kövi videóban, legyetek egészségesek, és szeressétek egymást!